Itt vezete minden a szódlónász? Ezt nézzétek, mi jó, én most csak eddig jöttem. Itt vége a dalnak. Vedes térköz használhatatlan sorompók, úgyhogy végül is nem megy el 60-ig, csak eddig jön. De legalább az egyes szilit azt meg tudom nektek mutatni. Na nem semmi. És ezt még be sem mondták, hogy ez még nem megy tovább, de egyébként így van. Na de akkor legalább megnézzük most az egyes szilit így közelebbről. 1963 óta közlekedik ez a mozdony. És ez volt a legelső példány, ami lejött a gyártósorról a szilik közül. És egyébként az aszódiki kis vasútnak a maradékát fogjuk ma bejárni, amit múltkor nem sikerült Magyaros pusztáig. Ezt nézzétek, itt vagyunk nagyjából Magyaros puszta elején, és arról jöttünk befele, itt a nagyjából itt a földutat követték a sinek, és valahol itt volt a kisvasút végállomása. Falu az egy kicsit hamarabb volt, odáig nem jött be, és ha minden igaz, akkor itt van egy temető valahol, legalábbis maradványai. De hát itt a gazban nem látszik semmi. De hogyha itt valahol be tudnánk menni, csak szerintem itt ilyen szúrós növények vannak. Kicsit megpróbálok valamennyire bemenni, aztán akkor szétnézek. Ezt nézzétek, itt van Magyaros puszta, illetve itt volt egészen addig a villanypóznákig. És még három épület megvan, legalábbis a romjai a Google Maps szerint. Úgyhogy szerintem egyik ott van szembe. Az lehetett a szivattyúház. Vagy a templom. Azt hiszem ez marad. Megmaradt egy szivattyúház, meg egy templom. Amiről tudunk. Lát, minden közelebb megyünk, megnézzük. Akkor ezt nézzétek. Az első viszonylag egyben lévő épület, amit megtaláltunk. És ez vadászházként funkcionált még a... Nem, ugye vadászház volt. Igen. Amikor még üzemelt. Tehát az sem a volt. Viszont ide be lehet lesni. Ja, egyébként itt van Cogdali is velem, csak eddig még nem láttátok. De ugyanúgy, ahogy az előző kantori bejárásra eljött megint. Akkor nézzünk be. Hát... Sok mindent nem hagytak. Hát ennyi maradt. Ott van egy nagy lyuk a tetőn. Igen. Tető is már omladozik. Hát ide a világ végére nem. Ott meg már kinőtte. Ott a fa is kinőtt. Ilyen. Közben ide bemászott a két lábujjam közé egy hangya, és azt sikerett össze. Oké, lakunk. És ennyi, hát ott meg már nő ki egyfajta, beomlott a tető. Hát, semmi. És láttunk még egy templomromot is, vagy valami egyéb romot. Csak az maga el van kerítve, de majd valahogy megpróbálunk oda is bemenni. Illetve még majd ott elfele tovább egyenesen szerintem lesz még egy épület. Ugye ez látszott a műholdképen is, csak ugye már benőtte minden irányból a gaz. Ezért fentről tényleg csak a teteje látszik. És még errefele találhatunk esetleg valamit. Talán még egy épület még van. És mutatom, hogy erről jöttünk. De hát ugye mondom, eddig a vasút már nem jött ki, hanem az ott a régi temető környékén ért véget. És ott, hogy megpróbálok ide belesni. De itt van a templomrom. Na szóval ott van. Ennyire tudtam bezoomolni. Ha minden igaz, ez volt a régen a templom. Megpróbálom közelebbről megnézni, de hát mint látjátok, itt van kerítés. Viszont ott amarról, mintha láttam volna egy ösvényt, ahol be lehet menni. Egy kicsit itt becsapós a műholdkép is, mert most, ahogy néztem, van ott még valahol a gazban még egy a készülés, és akkor valószínűleg az volt a vadászház, ez pedig valami ilyen magtár lehetett. Vagy gabonatároló. Ez inkább annak néz ki.
Ugye az egész egyhelyiség, nincsenek benne közfalak, tehát szerintem itt takarmányt vagy gabonát tárolhattak inkább. Jobban megnézve. Nézzünk el még ott arra, és akkor szerintem megtaláljuk ott a vadászházat is. Egy kicsivel arrébb lesz ott valahol. És ezt nézzétek, meg itt lenne az a bizonyos vadászház, csak annyira benőtte itt a susnyás, hogy nem lehet bemenni. Hát nem tudom, itt meg kell valakire bezoomolni, mennyit láttok. Meg az látszik még, hogy leszakadt a teteje. Tehát gyakorlatilag itt már csak falak. Még itt hátulról megpróbáljuk. Itt, valahol itt a villanyvezeték környékén még szerintem be lehet menni. Hát ezt nézzétek, itt van. Még megpróbál megkerülni a másik irányból, de vagy ott arra fele. Amiben most semmit nem látok, ma akkora ellenfény van, hogy én sem látok semmit. De itt van maga a ház, de már csak a falai vannak meg. Tehát arra fele van egy vadászles, és itt vagyunk. Hát ennyi. Ennyi látszik az egykori vadászházból. Hát hogyha télen jöttünk volna, akkor lehet, hogy még az ablakon be tudnánk mászni, de igazából sok értelme nincsen, mert látjátok, kaprió, már teteje is leszakadt, úgyhogy itt már biztos semmit nem találnánk. De ez a második épület, ami megmaradt. És van még az a lomos, az a harmadik, amit csak messziről láttunk, de azt, oda viszont azért nem tudunk bemenni, mert kerítés van. De azért még nem adjuk fel, megpróbáljuk. Legalábbis én próbálkozok még, mert itt úgy látom, hogy Dani már feladta, nem jön ide be. Szerintem odakint van, na. Akkor most ugyanúgy, ahogy ide bejöttem, ugyanúgy vissza is tudok majd menni. Ezt nézzétek, hát nem kevés küzdés után, de sikerült ide eljutni. Na, hogy ez most templom volt, vagy valami más volt, vagy szivattyúház, ezt így nehéz megmondani. Megpróbálok egy kicsit beljebb menni. Na jó, hát próbálok egy kicsit előrébb mászni, hát ha. Na, ezt nézzétek meg, hát. Megpróbálok ide bekukkantani, de nem lesz egyszerű, mert nem biztos, hogy ha ide bemászok, vissza is tudok jönni. De ezt nézzétek, így néz ki belülről, és akkor majd mindjárt megnézem, hogy mi van a tetején. Van itt egy ilyen boltíves valami, és ennyi. És akkor nézzük meg el. Itt szerintem fel tudok menni. Hát ez meg a másik része. Hát most rámerjek mászni erre az ére, vagy inkább ne. Ez biztos, hogy megbír, de ha oda lemegyek, ki tudja, hogy mennyire masszív, és nem fogok-e beszakadni. Ez viszont így oké. Okay. Na, Dani valahol ott figyel. Most pont nem látom, de ott a bicikliknél figyel valahol. Hát igen, és csak így lehet visszamenni. Itt a napraforgón keresztül, de van egy járat a napraforgósba, úgyhogy nem én vagyok az egyetlen, aki bejött ide. Visszamászok, aztán indulunk vissza. Akkor így néz ki a szivattyúház, kb. Egy háttérbe a villanypóznával. És ezen az úton jöttünk fel, hát lefele is. Elég meredek lesz, meg eléggé gödrös gátyús, úgyhogy nem nagyon lehet csak simán legudulni rajta. De mindenképpen könnyebb lesz lefele, mint feljönni. És akkor vissza a szódra. 19-10, elvileg 15 perc múlva itt az Agria, azzal el is tudok menni. Hát egy olyan 23 kilométert mentünk, és mikor 16-12-re, tehát akkor egy olyan 2,5 órát, bő 2,5 órát mentünk. És akkor az Agriával irány vissza Pest. Ez a vonalbejáró videó az ennyi lett volna. Daninak köszönöm a segítséget, ismét meg az idegenvezetést, meg az útmutatást. Megfordítom kárt, és akkor ti is látjátok majd. Jön be az Almásláda, a Balassagyalmatról, meg jön be egy Peskeinkről.